Sziasztok! Itt vagyunk az Audi gyárban Győrben, méghozzá megint csak egy titkos helyen, ha úgy tetszik, Boszorkány konyhában, bár ez azért nem annyira hasonlít egy konyhára, kevés olyan dolog van benne, mint egy konyhában. Ez a majdnem legvégső állomása, ahol az autók, az itt készült autók megfordulnak. Itt van a minőség ellenőrzésnek az a része, ahol alaposan átvizsgálják az autókat, hogy a műszaki részei hogyan működnek, tehát a motor, a váltó, a világítás, a kürt, tehát minél több mindent átnéznek az autón, többféle módszerrel, részint úgy, hogy végigviszik az autót egy próbapályán, részint úgy, hogy számítógépes ellenőrzés is van, van erre külön speciális készülék. Azt szerettem volna elmondani itt még a legelején, hogy a minőség ellenőrzés, tehát ez a műszaki átvizsgálás, ez minden autógyárban előfordul különben. Én magam ezzel elsőként a Trabant gyárba találkoztam, ahol sikerült 3 hétig 3 műszakba dolgoznom. Ott is volt minőség ellenőrzés, minden ellenkező híreszteléssel szemben. Ott mondjuk annyiból állt, hogy a szalag végén volt egy ilyen görgős fékpad, amit mondjuk a vizsgákon lehet látni, ha valaki bemerészkedik a vizsga során egy vizsgahelyre. Ott végig kapcsolgatták a váltót, beindították a motort, kapcsolgatták a lámpát. Hát, mint ahogy talán már egy kicsit úgy érintettem is, itt egy kicsit komolyabban megy a vizsgálat. Részint ugye itt építettek egy 600 méter hosszú próbapályát, ezt egyrészt ki is fogjuk próbálni, majd meg is mutatjuk egy kicsit a pályarajzot. Másrészt az autók, nagyon sok közülük, egész pontosan 10% az itt vizsgált autóknak, kimegy közútra is, tehát majdnem minden tizediket végigvizsgálják, kap egy próbarendszámot, és rendesen autópályán, országúton mennek vele. Itt még azt mondanám el, hogy épp akkor vagyunk itt, amikor a Q3-asnak a gyártása beindult, és igazából publikussá vált, ezért beszélhetünk is róla. Most a Q3-asok, mivel most indult a gyártás, azokból minden egyes darabot kivisznek. Tehát nem csak itt jelenik meg, hanem még erre a külső útra is kimegy, mert itt belül minden autót átvizsgálnak. Egy műszakban pillanatnyilag 250 autó készül, ez 18 szakember vizsgálja a műszakon belül. Tehát ezt a 250 autót, ami lejön a szalagról, az itt biztos, hogy átmegy egy olyan szakembernek a kezén, aki tüzetesen végigvizsgál rajta mindent, hogy minden úgy működik-e, ahogy kell. Szerettük volna mindenképpen megmutatni nektek azt az egész elég komoly létesítményt így, mert ez, ha majd szerencsére menni is fogunk ezen a pályán, és megmutatjuk, hogyan néz ki az autóból nézve. Körülbelül megpróbáljuk azt a procedúrát eljátszani, amit itt a szakemberek minden nap, minden egyes autóval elvégeznek. Ehhez a próbához egy elég komoly pályát épített itt ki az Audi, hogy tényleg az autóról minél több kiderüljön, minél jobban megbizonyosodjanak, hogy az autó olyan minőségben készült el, ahogy azt elvárják, meg ahogy az ki volt találva. Ez a pályának több szakasza van, itt a zölddel jelzett rész, ez a gyors szakasz, ezen akár 120 km/h-val is lehet menni, tehát itt azért elég rendesen föl lehet gyorsítani az autót. A végén van egy kanyar, ahol egy kicsit a kanyarodási tulajdonságokat is lehet ellenőrizni, meg lehet nézni, hogy mit csinál az autó. Ide is van írva különben, hogy 1200 méter a gyors szakasz hossza, ami után egyébként ez a gyors szakasz is kétféle, tehát van benne egy olyan aszfaltréteg, ami kicsit csendesebb, és van egy kicsit zajosabb, hogy azt is lehessen nézni, hogy a zajok hogy jönnek be az autóba, mennyire jó a hangszigetelés, tényleg betölti a feladatát. Utána jön egy másik szakasz, ez egy kicsit rövidebb, ez 600 méter csak. Ez több, ahogy itt a számok is jelzik, ezek több részre vonthatók. Itt különböző útfelületeket, különböző általában durva vagy rossz útfelületeket próbálnak imitálni, kezdve a macskakőtől, a csatornafedélen keresztül. Egészen van egy nagyon érdekes szakasz benne, majd ezt mutatjuk a pályán, amikor rajta megyünk. Ez betonból van kiüntve, és ilyen össze-vissza hullámos az autó. Nagyon kijön például az, hogyha az autóba bármi megmozdulott, meg tudna nyekkenni, hát általában nem nyekkenni, de majd most meghallgatjuk az autóban, amikor végigmegyünk, hogy hogyan viselkedik. Itt ezen a teljes pályán végigmegy minden autó, általában ez egy ilyen 5 percig tartó történet. Itt van még egy kis rész, ahol még megnéznek egy-két dolgot, itt lesz majd egy ilyen tükörös rész, ahol meg lehet nézni például, hogy a lámpákat hogy működnek, plusz ha valamit még találnak esetleg, az autó alá is be lehet nézni, arra van egy külön épület, majd ezt is megmutatjuk, ahol egy rámpára föl lehet hajtani, és meg lehet alulról is nézni az autót, hogy ott nem mozdult el valami, és persze, miután visszaérkezett az autó ide a központi helyre, itt még vannak további ellenőrzések, rögzítik az adatokat, de majd ezt is megmutatjuk, mert itt már egész még komolyabb, tehát a számítástechnika is bekapcsolódik a történetbe, nem csak a szakemberek egyébként tiszteletre méltó tudása. Még annyit mondanék itt gyorsan, hogy mellettem ül az egyik kollégája az Audinak, Dancs Péter
kolléga, ő már nagyon régóta, hány éve is? 20 éve vizsgálja itt az Audikat, ugye az Audi gyár 25 éves, tehát ő a 3/4-ét már, sőt 4/5-ét, 80%-át itt töltötte, és azóta vizsgálja az autókat. Az első autó, megvan még, hogy mi volt az első vizsgált autó? Jó régen volt. Az első 1-es TT. Hát most megint egy TT-ben ülünk, ezzel jubilálunk. Tehát ez az a hely, ahol ugye itt van az első megjelenése az autóknak, tehát ide futnak be gyakorlatilag, miután lejönnek a gyártószalagról, majd innen gördülnek ki a próbapályára, tehát meg is próbálunk elindulni. Ez a gyors szakasz, itt akár 120-ig is föl lehet kergetni az autót, ki lehetne próbálni, ha megtalál, itt van a sávtartót, hogy az szépen visszatereli az autót, mindenféle rendszereket ki lehet próbálni, ugye 120-ig föl lehetett volna tolni, de hát én most vagyok itt először, azért próbálok még óvatosan, már automatában vagyunk most is. Persze az itteni szakemberek gyorsabban mennek itt, azt el kell mondanom, persze ők minden nap ezt csinálják, napjában több autóval is. Most jön a finom aszfalt, ezen ugye 90-nel lehet menni, mutatta is a tábla, megint visszavesszük automatába. Itt például ki lehet próbálni a tempomatot, az itt van, beállítjuk. Beállítottam, igen, 70-nel megyünk, ugye mehetnénk gyorsabban is. Így itt a vége, itt már... Hopp, kicsit talán gyorsan jöttem át, azt hiszem, nem, 10-re vissza kellett volna venni a tempót. És most jön az a szakasz, tehát az előző szakasz volt az 1200 méteres szakasz, ahol gyorsan mentünk. Itt bizony lassan lehet menni, itt ki kell választanunk a kézi váltóval, ott a tábla mutatja a harmadik fokozatot. Most is rá lehetne tenni akár a tempomatot például, és akkor tudjuk tartani szépen ezt a sebességet, meg a harmadik fokozatot. Itt látszanak a különböző gerjesztések az úton, remélem látszanak, itt ilyen kis fém darabkák vannak az aszfalton. Na, itt jön egy kicsit, itt fékezhetünk, itt vissza is kell vennünk kettesbe. Hopp, ugye egyesbe vette. Itt azt hiszem 20-szal szabad mennünk, ha jól emlékszem. Igen. Kicsit lassúak vagyunk, fölvesszük a 20-at. Nemrég még egy csomó út Pesten például ilyen volt, de szerintem még lehet ilyeneket találni. Szép számmal Magyarországon ilyen utakat. Hát itt is lehet nézni, hogy például nem zörögje az autóban, nem történik-e valami. Most jófelé megyek, igen, ott rajta egy tilos tábla van. Na itt például kátyúk vannak az úton, nem tudom mennyire látszik, de itt lesz majd olyan szakasz is, ahol például sín keresztezést játszunk le, itt van például, hogy sineken fogunk átmenni. Itt ez a kátyús rész a fő próba, tehát itt főleg látszik, hogy vannak ilyen kockakőbetétek, de rá lehet menni erre a rázatóra is. Itt ugye megint egy másfajta gerjesztés jön. Itt ugye itt is tartjuk a második fokozatot, itt mehetnénk lassabban is. Itt is megint kockakő jön, utána jön megint egy nagyon izgalmas szakasz, hát az majdnem úgy néz ki, mint valami holdbéli táj, vagy én nem is tudom mihez hasonlít, ahol ilyen dudorok vannak, itt lehet, hogy le is kéne lassulni egy kicsit, szerintem túl gyorsak vagyunk, itt egyes fokozatban vissza kell tennünk, és körülbelül ez a tempó az, amin végig megyünk, ilyen 10 körüli tempó, sőt 5-tel kell mennünk, mert most jönnek a bemélyített csatornafedelek, na hát ilyenek is vannak sajnos még a gyorsforgalminak tekintett utakon, tehát ilyen 70-es utakon is előfordulnak ilyenek még városokban is, hogy ilyen csatornafedéllel találkozik az ember. És ez egy érdekes szakasz, itt 5-tel szabad mennünk csak, ez az úgynevezett szinusz pálya, ami ilyen olyan, mint a, kicsit olyan, mint ha valaki ismeri a Go pályát, csak itt nem csak egyszerűen piros és fekete kis háromszögek vannak fölfestve, hanem ezek bizony dudorok, amik minden irányban mozgatják az autót, és itt ugye egyrészt a futómű is, ha valami koppanás lenne benne, az hallatszana. Másrészt, ha az autó csavarodna, akkor recseghetne, ez mind kijöhetne. Itt egy 8-ast szoktak megtenni a kollégák ezen a placon. Nem tudom, hogy én 8-ast fogok-e lejátszani, itt megyek egy ilyen kört. Ezt azért szokták megtenni, ez egy kicsit vicces talán, hogy meghallgassák, így kanyarodnak egy kicsit bátrabban is, hogy nem maradt az autóban valami, mert előfordulhat, hogy valamelyik szerelő esetleg egy szerszámot itt felejt. Itt elmesélném, hogy amikor a Trabant gyárba dolgoztam annak idején, akkor az egyik osztálytársamnak, tankörtársamnak, aki előttem dolgozott a szalagon, sikerült benne felejteni egy Trabantba egy szerszámot. Visszahozták neki, és addig is kapott egy másikat, tehát a dolog megtörténhet, ez nem vicc. De itt például ki lehet próbálni, hogy az indexek szépen úgy futnak-e, ahogy kell, ugye működik ez az index is, az az index is. Tehát szépen így végig próbáltuk az autón, próbáltuk a tempomatot, próbáltuk a sávtartót, próbáltuk a kéziváltót, automataváltót, mindenfélét kipróbáltunk. Itt érdemes megemlíteni ezt az épületet. Ez még arra szolgál, hogyha valamit hallanának a kollégák az autó aljáról, ide föl lehet menni a rámpákra, és meg lehet nézni az autót
nagyon alaposan, tehát ez még egy ilyen utolsó szemrevételezési lehetőség azelőtt, ami bent történik, mert bent még történik, ott kapcsolódik be a számítástechnika a történetbe. Persze mondanom se kell, hogy a kollégák ezt sokkal flottabbul, gyorsabban intézik, és be kell állni egy ilyen mérőhelyre, mert itt következik az utolsó, az legalábbis az itt helyileg utolsó ellenőrzés. Mert azt tudni kell, hogy ezután még szépen betesszük P-be az automata váltót, ahogy illik, mert azt tudni kell, hogy innen még az autó elmegy egy utolsó, inkább szemrevételezéses vizsgálatra, egy átpucolásra, egy áttörlésre, utána kap egy szép takarót, többnyire, vagy leragaszgatják ilyen védőfóliával. Az a lényege, hogy becsomagolják az autót, és utána már megy a kamionra, illetve a vagonra, és mindegyik a rendeltetési helyére. Ez például Németországban. És hogy mennyire előzékeny az Audi, látszik, hogy a program már németre van beállítva. Elárulom, hogy mi korábban már voltunk itt egy kicsit megnézni, hogy hogyan történik ez, akkor egy kínai autóba sikerült beülni, az kínaiul beszélt. Illetve minden jel kínai volt, nagyon vicces volt. Hát persze az volt a legnagyobb vicc, hogy a kollega, aki itt dolgozik, mint Péter is, aki sokat segített nekünk itt a film elkészítésében, ő azon is eligazodott, hát én bajba lettem volna, ha a kínai menürendszerbe kellett volna bármit ki vagy bekapcsolnom. Ugyanazt fogjuk tenni, ugyanaz fog történni az autóval, mint minden egyes autóval, amelyik visszajön a próbautóról, ugye, mint mondtuk, naponta 250 darab. Erre van egy külön készülék, a DSA a rövidítés ennek a speciális készüléknek, ez látszik, hogy egy ilyen számítógép alapú színes folyadékkristályos kijelzős szerkezet, ezt össze kell kötni az autóval, és ezzel ki lehet olvasni a tesztpályán felvett adatokat, ugye az autó számítógépe, saját számítógépe ezeket rögzíti, átkerül a DSA készülékbe. Ez ugye az autó teljes élettartam alatt nagyon fontos lehet, hiszen bármikor adódhat egy olyan esemény, egy olyan szerviz kérdés, aminél erre vissza lehet térni. A készülék szépen lekérdezi az adatokat, ott mutatja, hogy ilyen-olyan mérések folynak, ugye a Prüfung szó jelenti németül a mérést, ott fönt, hogy a úti menet próbának az adat rögzítése folyik. Tehát látszik, hogy szépen végig zongorázza a számítógép az autónak az összes rendszerét, mondhatjuk, hogy az autó átment a legelső vizsgáján. Tehát miután a DSA készülék kiolvassa az esetleges hibakódokat, szerencsére most nem jelzett hibát, átnézik a motorteret, ez van egy mindenütt megnézni, hogy nincs-e valahol olajfolyás, nincs-e valahol szivárgás, nem maradt-e véletlenül egy szerszám, a csatlakozók, minden csatlakoztatva van-e, bár ez ugye kiderült volna a próbaút során. Tehát ha valaki idejön, hogy úgy mondjam, az utcáról, ő nézegeteti órákig, akkor sem biztos, hogy rájön arra, amire azok a szakemberek, akik ezt végzik nap mint nap, szerintem egy pár perces vizsgálat során, vagy akár egy pár másodperces vizsgálat során is simán fényderítenek.